Köszöntöm nézőinket, Gulyás Anita vagyok. Önök Völgységi magazinunkat látják, és már mutatom is mai adásunk tartalmát. Váralja sikeresen pályázott parkerdejének turisztikai bővítésére. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Kálváriát a Parhanton. Tolna vármegye geometriai közepén fekvő településen jártunk. Teológus Passió Bonyhádon. Váralja több mint 230 millió forintos pályázati összeget nyert el a területi és település fejlesztési operatív program plus helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívásán. A beruházás keretében többek között olyan speciális élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, mint például egy élménytér. Megvalósul többek között egy vagyonbiztonságot szolgáló kamerarendszer kiépítése, parkolóhelyek és kerékpártárolók létesítése is. Várája község önkormányzata pályázatot nyújtott be a terület és település fejlesztési operatív program plus helyi és térségi turizmus fejlesztés című pályázati felhívására. Várajának van egy gyönyörű szép parkerdője, amely nem csak a településen élőknek, hanem a környékbeli falvaknak, illetve az egész, mondhatom azt, hogy az egész megyéből nagyon szívesen és nagyon sokat járnak ide kirándulni, kora tavasztól késő őszig. Váraja község önkormányzata top pluszos pályázatba nyújtottunk be turisztikai területre pályázatot, amely sikeres volt, és több mint 237 millió forintot nyertünk. Ebből a pénzből elsősorban egy többfunkciós épületet szeretnénk a parkerdőben építeni. Ebben az épületben végre helyet kaphatna a vizes blokkok, amik a várajai parkerdőben a kirándulók számára már régóta fontos lett volna, de eddig még nem találtunk rá forrást. Ez mellett öltözőket szeretnénk még létrehozni, mivel ugye elég sok rendezvényünk van, köztük a legnagyobb a Kuglof Fesztivál, és ott nagyon nagy szükség lesz öltözőre. Szeretnénk még ebből a pénzből megvalósítani a közműveknek a helyszínre vitelét, úgy mint áramot, ugye nyilván az épülethez szükséges vizet, illetve szennyvizet. Az épületben még szeretnénk kialakítani egy többfunkciós teret, ahol esetleg kisebb rendezvényeket is tudnánk tartani. A kettes tónál található egy kis szigetecske, azt szeretnénk egy szép kis hidacskával összekötni, akár esetleg esküvői helyszínt lehetne ott biztosítani, hogyha lenne rá igény. És én úgy gondolom, hogy van rá igény. Nagyon sokan szoktak járni most is ki, de ifjú házasok fényképezkedni. Ezen kívül szükség lesz a kamerarendszer kiépítésére, mert nyilván ezeket az objektumokat nekünk védeni kell. Volt már rá példa, ugye, hogy rendszeresen rongálták, kisfákat kitördeltek, illetve a már meglévő épületek, őket használták gyújtósnak. Emellett egy most még elhanyagolt területnek is szeretnének új funkciót adni a pályázat keretén belül. Amely a Bonyhád város önkormányzatának a tulajdona, és Bonyhád város polgármesterével közösen úgy gondoltuk, hogy nagyon szép kis játszóteret lehetne ott kialakítani a legkisebbek számára. Forrásokat már megkaptuk rá, most van folyamatban a közműveknek a beadása, illetve most fogják felmérni, hogy mennyibe fognak kerülni, illetve készülnek a tervek. Maga az egész projektnek a tervei még most készülnek, előre láthatólag június-július hónapra lesznek készen. Mindenféleképpen törekszünk arra, hogy a várajai parkerdőnek a szép látképét megőrizzük, hogy odaillő legyen az az épület, amit szeretnénk felépíteni. A projekt célja egy térségi szintű turisztikai termékcsomag és tematikus turisztikai fejlesztés megvalósítása, amellyel hozzájárulnak a megyei szintű turisztikai vonzerő fejlesztéséhez. A helyi és térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képző természeti örökség fejlesztésével lehetőség nyílik a térségben a helyi gazdaság élénkítésére. Az az igazság, hogy ameddig nem volt aláírva a támogatói okirat, illetve ameddig nem volt a számlánkon a pénz, addig nem hangoztattuk ezt a pályázatot, gondoltuk, hogy megvárjuk, úgyhogy hogy annyi visszajelzés még egyelőre nem érkezett, de biztos, hogy lesz, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen pályázatnak csak is pozitív visszhangja lehet, hiszen a várajaiaknak is az érdeke az, hogy szépüljön és fejlődjön a településünk. Ez a pályázat mindenféleképpen
nem csak a településen élőknek az érdekeit, hanem a tágabb környezetben, akár az egész megyének az érdekeit is szolgálja, hiszen turista útvonal indul ugye a várajáról sok felé, és nagyon szeretnek idejönni a várajai parkerdőbe, és ez már egy régóta fennálló hézag, amit most szeretnénk betömni. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejön egy olyan turisztikai vonzerővel rendelkező terület, amely közösségi és gazdaság ösztönzési célokra egyaránt alkalmas. A Parhant 2 templommal és 2 kálváriával is büszkélkedhet. A helyiek szívükön viselik ezek állapotát, az egyik stáció összefogásból újult meg nemrégiben, most pedig a Magyar Falu Program önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés elnevezésű pályázati forráson elnyert több mint 5 millió forintból újította fel a község önkormányzata az apari temetőben található kálvária dombi stációt. Krisztus ajka, szívszaggató ajka volt, megindulna a kő rajta, arca halvány, mint a hold. Az aparhanti kórus műsorával kezdődött az apari temetőben található kálvária átadása. A térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János hangsúlyozta, aparhantnak 2019 óta 105 millió forintot sikerült lehívni különböző a település fejlődését segítő projektekre. Ezek egyike a Magyar Falu Programon elnyert több mint 5 millió forint is, amiből sikerült megmenteni a kálváriát. Az 1800-as évek végén készült stációkra ráfért a felújítás. Keresztútnak a megújítása szimbolizálja azt a közösséget, amely itt él Aparhanton, illetve akik Aparhanthoz kötődnek, akár úgy is, mint elszármazottak, hiszen tudjuk azt, hogy sem a temető, sem a keresztút, a kálvária nem csak a miénk, hanem azon aparhantiak is, akik valaha itt éltek ezen a településen, innen elszármaztak, kitelepítették őket, vagy máshova költöztek el, hiszen ezt a kálváriát is a németek építették, ránk hagyták mostani aparhantiakra, legyünk akár németek, székelyek, felvidékiek, magyarok vagy cigányok, de mindannyian közösen használjuk. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke elmondta, Magyarország kormánya és a Tolna vármegyei önkormányzat támogatja ezeket a törekvéseket. Önök egy nagy család, egy közösség, amelynek életében fontos szerepet játszik mind a mai napig a katolikus vallás, mely nem csak az önök, de Magyarország és egész Európa megmaradásának egyik záloga. Az ünnepélyes átadón a helyi fiatalság is képviseltette magát. Ha én hegy volnék, milyen isteni, a csillagok szomszédságából a nagy virágra letekinteni. Az a boldog egy ott uralkodik, királyi széket dicső magasán, körülvedzi hódolattal a fejét a felhőtönnyő füstgyanát. Aparhant község önkormányzata évek óta kereste azt a forrást, amiből felújíthatják a számukra nagy jelentőséggel bíró kálváriát. A település vezető kiemelte, sok a vallásos ember a faluban. A Magyar Falu Program pályázati lehetőségének köszönhetően újult meg az itteni kálvária. Gyakorlatilag az utolsó pillanatban sikerült megmentenünk a pusztulástól, hiszen már a stációházak kiborultak a helyükre, tehát új alapokra is kellett helyezni. 5,3 millió forintból újult meg, és ehhez még nagyságrendileg 1 millió forint önerővel járult hozzá az önkormányzat. Sok a vallásos a településünkön, két templomunk is van, úgyhogy ez így nagyon fontos volt az itt élők számára. Ez itt az apari rész, ahol most vagyunk, de a hanti rész is megújult. Ott az önkormányzat és a civilek összefogásával sikerült szintén felújítanunk. Ott is új képeket kapott, illetve lefestésre kerültek a stációk. A délelőtti órákban megtartott ünnepélyes átadon a település plébánosa áldotta meg a felújított kálváriát. Tolna vármegye geometriai középpontjának határán fekszik a település, ahol igyekszik megragadni az önkormányzat azokat a lehetőségeket, amik a települést a fejlődéshez segítik hozzá. Ahogy a polgármester mondja, lenne még mire pályázni. Egy viszont biztos, hogy a szeptember 2-át érdemes feljegyezni a naptárba, és ellátogatni majd hozzájuk. Felsőnána a település, amely vármegyénk geometriai középpontjának határán fekszik. A polgármester elmondta, számos intézményük szorulna felújításra, várják azokat a lehetőségeket, amelyeknek köszönhetően tatarozhatnának.
Ez leginkább az önkormányzati ingatlanokra igaz, mert amióta megépültek, azóta kisebb-nagyobb felújítások történtek az épületeken, de energetikailag nagyon elhanyagolt állapotban vannak, a tetőszerkezetek felújításra szorulnának, a fűtés korszerűsítésre szorulna, valamint a Felsőnánának az útjai, azok a közelmúltban két út is fel lett újítva, azonban még vannak olyan területek, amelyik felújításra szorulnának, azonban a VP pályázaton belül idei évben sikerült 120 millió forint nagyságú összeget nyernünk egy földes útnak a betonvápás kialakítására, és ez azért a csapadékvíz elvezetésben nagy szerepet fog játszani, hogy a hordalékot, a földet nem fogja behordani a faluárokba, ami szintén elhanyagolt állapotban van jelenleg, viszont a kitakarítása is olyan jelentős összeget emésztene fel, amit önerőből nem tud a település megoldani. A település önerőből nem tudja a belterületi útjait sem karbantartani, ezt csak a Magyar Falu Program kínálta pályázati forrásokból van mondjuk megvalósítani. Arra viszont törekszenek, hogy a kulturális programok minden korosztályt megszólítsanak a faluban, vagy akár annak határain kívül is. Felsőnánára leginkább a megye közepe elnevezésű falu rendezvény, ami igazából nem falu rendezvény, mert egy megyei rendezvénynek indult, és az utóbbi években próbáljuk is ezt a megyei színvonalat, szintet ezt visszahozni a köztudatba, és idén lesz 40. alkalommal, hogy megrendezésre kerül ez a rendezvény, úgyhogy egy különleges dologgal fogunk készülni, amit még egyelőre nem árulok el, hogy mi lesz az, de a megye közepével kapcsolatosan lesz egy meglepetés itt a településen élők számára. Próbáltuk az elmúlt pár évben ezt, amint mondtam, a köztudatban felébreszteni, hogy van ilyen rendezvény a megyébe. A megyei önkormányzatit is megkerestük ezzel kapcsolatban, de sajnos későn, mert már ez az időpont, a szeptember másodikai időpont, amikor meg lesz tartva, ez már náluk le volt foglalva, vagyis a megyenappal szerettem volna összekötni ezt az egész rendezvényt, viszont a megyenap már több évre előre le van fixálva, hogy hol és mikor lesz megtartva. A programok szervezéséből a helyi szervezetek is kiveszik a részüket. A Felsőnán a Jövőért Alapítvány. Ez az erejétől telhetőt teljesíti, több kis rendezvénybe beszáll, önerőből is tudnak egy-két rendezvényt szervezni, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásától van egy pályázat, amiből minden évben, amikor kiírják a pályázatot, sikerrel pályáznak, és akkor ebből is egy-egy kisebb programot meg tudnak valósítani. A jelen pillanatban még az óvoda is és az iskola is üzemel itt a településen, azonban az iskola jelen pillanatban már csak az első-második osztály található meg, mert sajnos a pedagógus hiány jelen pillanatban minket is sújt, és nem lehetett találni pedagógust, aki az iskolába dolgozott volna, így a harmadik-negyedik osztályt át kellett vinni már a központi iskolába Zombára. Az óvodával kapcsolatban viszont egyelőre még nincsenek problémáink, fiatal óvónőink vannak, és 21-22 létszámos gyerek létszámmal dolgoznak az óvodába, úgyhogy ez jelen pillanatban szerintem tökéletesen működik. A könyvtárban dolgozik egy kolléganő, aki a könyvtáron keresztül szokott több alkalommal kisebb programokat tartani az iskolásoknak, óvodásoknak. Ezen kívül idén is a április 30-án tartjuk mi a majálist a Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével, vagyis leginkább megfordítanám ezt az egészet, mert a Nemzetiségi Önkormányzat tart egy kolbásztöltő fesztivált, és a nagy önkormányzat csatlakozott hozzájuk, és a könyvtáros kolléganő, aki egyben a programszervező is itt a településünkön, a gyerekeknek egy kisebb programot, arcfestés, csillámtetoválás, és a Zombán dolgozó Szilágyi Hedvig testnevelés tanárnőnek a segítségével kisebb sorversenyeket fognak rendezni, és akkor így próbáljuk a gyerekeket itt lefoglalni a településen. Az önkormányzat a továbbiakban is arra törekszik, hogy minden forrást megragadjon a település fejlesztése, szépítése érdekében.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói ebben az esztendőben a Tolna-Baranyai Egyházmegye gyülekezeteiben mutatták be a teológus passiót. Minden évben az egyetem harmadéves teológusai dolgozzák fel Jézus szenvedés történetét. Az előadás Bonyhádra is eljutott, így a helyi és környékbeli hívek is részesei lehettek az ősbemutatónak. Egy országjáró körút részeként láthatták a bonyhádi és környékbeli evangélikus hívek a húsvét előtti napokban Jézus szenvedés történetét felidéző passiójátékot. Az evangélikusoknál két fókuszpontja van a húsvéti ünnepkörnek, nagypéntek és húsvét ünnepe. Azt gondolom, hogy ez hasonlóan, mint a többi felekezetnél, de ez az idei húsvétunk egy kicsit, és nagy hetünk kicsit különlegesebb. Itt Tolna-Baranyában egy teológus csapat, az Evangélikus Hittudományi Egyetem harmadéves hallgatói passiójátékot mutatnak be több gyülekezetünkbe. Tulajdonképpen Jézus szenvedés történetét hozzák közelebb hozzánk, abban, hogy egy másfajta szemszögből, aspektusból hozzák azt a történetet hozzánk, ami talán mindenki számára ismerős, de talán mégis tud újat mondani. Nagypéntek ünnepe mindenképp számunkra egyrészt a tragédiáról beszél, hiszen a közénk érkezett emberélet Istent, az ember az, aki keresztre viszi. Ugyanakkor mégis a győzelemről is beszél, hiszen az az Isten, aki közénk jön, Jézusban az ő szeretetét mutatja meg. Húsvét erre teszi fel a koronát abban, hogy a feltámadásban nem csak a bűn, de a halál is legyőzetik. És Isten szeretete nem egyszerűen csak egy ilyen reménytelen szeretet, hanem egy igenis reménnyel teli szeretet ebben a világban. Ezt próbáljuk meg Isten tiszteleteinken, ünnepeinken, alkalmainkon hirdetni, erről teszünk bizonyságot. És azt gondolom, hogy főleg azoknak, akik talán most gyászolnak, vagy akiknek az élete mély ponton van, tud mondani ez az egész ünnepkör egy olyan bátorítást, üzenetet, amelyben az élet győzelméről beszélhetünk. A keresztény emberben a húsvét körül napokban hitének legmélyebb titka és legbiztatóbb üzenete elevenedik meg: Jézus feltámadt. Ünnepeinken ilyenkor mindig úrvacsora Isten tiszteletek vannak. Érdekes megjegyezni, hogy itt a német hátterű gyülekezetekben talán a nagypéntek az, ahol a legtöbben részt vesznek az Isten tiszteleten, hiszen itt lehet átélni valóban azt a csúcsát az egész ünnepkörnek, amelyben Isten hozzánk hajol le. Mondom maguknak, ez okozza majd a vesztét. Tény, hogy sokat emlegette a negyedes fejedelmeket. Meg arról beszélt, hogy a búzát elválasztják a fejváltól, és hogy a gyümölcstelen fákat kivágják. Vajon ránk gyermektelen nőkre gondol? A Jézus szenvedés történetét felidéző passiójátékot az evangélikus teológia hallgatói adták elő. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem minden évben a harmadévesekkel egy egyházmegyét meglátogat, és ott ezt mi úgy hívjuk, hogy passió körút, ez olyan, mint egy turné, tulajdonképpen több helyszínre elmegyünk, iskoláktól kezdve gyülekezetekig, általában inkább hideg templomban, de most éppen egy iskolában vagyunk, de innen megyünk majd a szexádi börtönbe, tehát nagyon sok helyszínt meglátogatunk, ahol előadunk egy történetet. Most ugye a maga a passió, az ugye nem hiszem, hogy nagyon magyaráznom kell, hogy az mi, szerintem azt a nézők is hozzávetőlegesen nagyjából tudják, hogy ez Jézus szenvedés története. Ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy maga a Biblia is úgy beszél a szenvedés történetről, hogy nagyon több fókusz van. Ha megnézzük azt, hogy eleve 4 evangélium van, mindegyik kicsit másként meséli el a passió történetet, akkor ebből arra rájöhetünk, hogy ahogy minden történetet, hány szereplő csak részt vett abban, mindenki kicsit másként meséli el, és ezen a nyomvonalon elindulva megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen beszélgetések meg események zajlottak volna azok, vagy zajlottak azok között, az asszonyok között, akiket Jézus meggyógyított,
és akik arra vállalkoztak, hogy követik. Tehát róluk kevés szó esik a Bibliában, mert ez egy férficentrikus szemléletű kor volt, de úgy hiszem, hogy ők ugyanúgy részesei voltak többé-kevésbé az eseményeknek, ugyanúgy átélték azokat a pillanatokat, amiket a passió egy-egy állomása jelentett, ahol lehetett reménykedni, hogy talán megoldódik a konfliktus, aztán jött az illúzióvesztés, hogy mégsem az történt. Tehát ilyen pillanatokból állt tulajdonképpen ez a mostani passió össze, ezeket próbáltuk egymás mellé helyezni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!